vissza a labda, itt meg van ugye ez a pokagép, ami ki van találva, és ami adja itt már a labdát különböző magasságokban, laposan oldal, félmagasan, magasan. Na ilyen, nekünk ez nem volt, de én úgy gondolom, hogy ez technikailag nagyon tudja fejleszteni a játékost, és nagyon remélem azt, hogyha úgy állnak hozzá a fiatalok, hogy akarják is azt, hogy ők technikásabbak legyenek, végülis az van, mint egy egyéni képzés, és akkor ebbe tudnak fejlődni. Nagyon jó van kosárlabda, pingpong, van babzsák, kézilabda pálya, nem nagyon tetszik ez az egész táv. Jó a topedzés, lehet kosarazni, pingpongozni, vannak párharcok, vannak meccsek délelőttönként, megyünk strandra. Nagyon tetszik ez a tábor, és remélem, hogy lesz még ilyen. Hát, hogy nagyobb csúcsra elmenjünk, és hogy minél több sikert érünk el. Jobban szeretnék focizni tovább is az NB1-ben. Nekem pedig a Lanikában. Az én véleményem szerint ez egy elég minőségi környezetet biztosít a gyerekeknek. Főleg például veszük a mostani időjárást, 38 fokban. Például ők itt klimatizált helységben tudnak edzeni, valamint olyan eszközökkel, amit itt a környéken nem biztosan adott. Nem biztos adott a másik vagy egyesületeknek. Azon felül gondolom, hogy egy barátságos helység, környezet, amit próbálunk itt fenntartani.